Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó megint egy társasos videó lesz. Azt hiszem az előzőt, a másodikat, azt egyébként valahogy úgy zártam le, mintha az lett volna az utolsó, mert nem teljesen számítottam rá, hogy kapok egy harmadik csomagot, de kaptam egy harmadik csomagot, úgyhogy itt van egy harmadik videó hozzá. Ez az egész videótípus azért jött létre most az utóbbi időben, mert megkeresett a Játszóház projekt engem, hogy nem próbálnám ki az ő társasjáték kölcsönző szolgáltatásukat, a Játszóházhoz szolgáltatást. Én pedig igen mondtam, mert imádunk társasozni, úgyhogy be fogom linkelni föntre is, meg a leírásba is az előző videókat, azokban kicsit többet beszélek magáról a szolgáltatásról, de természetesen a honlapot is majd megtaláljátok a leírásban, hogyha szeretnétek tovább tájékozódni erről az egészről. Most viszont itt van megint nálam három társasjáték, azokat kicsit bemutatom, illetőleg párosítok hozzájuk könyveket. Megjegyezném, hogy most nem lesz hozzájuk ilyen videó bevágva, amin konkrétan játszunk, mert úgy voltunk előtt, mert lusta vagyok. Szóval ez úgy volt, hogy először kipróbáltuk a játékokat, hogy majd utána veszem fel, amikor már tudjuk, hogy kell velük játszani, aztán elmaradt. Úgyhogy konkrétan játszós felvételt nem fogok tudni készíteni, mert holnap konkrétan, miután felveszem ezt a videót, másnap viszik el a játékokat, és hát max még az egyiket tudnék csinálni, mert azt meg is vettük. Úgyhogy az meg lesz utána is, de mindegy, úgyhogy ez most kicsit ilyen ízés lesz, de a doboz tartalmába lesz vágva, majd azt megcsinálom. Oké, az első társas játék, ami ilyen kis dobozban van, ez az állarcos bál. Ezzel igazából nem játszottunk olyan sokat, mert eddig minden csomag úgy volt, hogy a három játék közül, amit kaptunk, a kölcsönben az egyik mindig olyan volt, hogy az annyira nem tetszett. És mindig volt egy, ami nagyon favorit volt. Ez a csomag... Mondhatnám, hogy ez is olyan lett, mert itt is van egy, ami nagyon favorit, nyilván az, amelyiket meg is vettük egyből, mert megláttuk akciósan a Tesco-ban is, hát... Igen, de majd rátérek később. De a másik is nagyon tetszett nekünk, szóval igazából ebben most kettő is van, ami nagyon megfogott minket. Na de itt van először ez az állarcos bál, ez volt megint az, amelyikre azt mondtuk, hogy nye. Elsőre elég bonyolultnak, meg olyan kis cselszövősnek, taktikázósnak tűnt a játék. Aztán szerintem lehet mi voltunk a bének, mert igazából az lenne a lényeg, hogy mindenki kap egy kártyát, és a kártyák vannak különböző karakterek, és azoknak vannak különböző képességeik, és a lényeg, hogy összeszedjünk 13 pénzt. És egyébként mindjárt szívrohamot kapok, mert ahogy így forgatom a fejem, a kamerán lévő kis nyakba akasztós cutlitól olyan, mint hogyha a másik szobában mászkálna valaki, és két nappal ezelőtt Stephen King horrorfilmet néztünk, úgyhogy jó vagyok. Szóval nem mászkál senki a házban, mert egyedül vagyok éppen itthon. Remélem. Visszatérve ide, különböző akciók vannak, és például az van, hogy nem feltétlenül tudod mindig, hogy milyen kártya van nálad, mert ahhoz először aztán kell nézni, és igazából mi nem voltunk elég odafigyelőek arra, hogyha valakinek tudtuk, hogy van egy nagyon jó kártya, nem vettük el tőle. És aztán szépen nyert az illető. Szóval, ja, elég bénák voltunk, meg nem vagyunk az a tipikusan másokkal kiszúrós társasozók, szóval, hogyha van olyan lehetőség, hogy a másikkal, próbál megkeresni rá a megfelelő szót, ami nem csúnya, szóval, hogy a másikkal kiszúrjunk arra, hogyha van olyan lehetőség a játékban, hogy elvegyünk tőle cuccokat, hogy hátráltassuk, azt mi általában nem szoktuk kihasználni. Ebben meg kellett volna, úgyhogy ezért ez nem jött annyira be. Hát próbáltam hozzá könyveket párosítani, próbáltam kiindulni ebből az állarcos bál szituációból, de olyan könyv nem jutott eszembe. Bár biztos van, csak én nem olvastam és vagy nem tudok róla, hogy olyasmi van benne. Az első, amit ide választottam, az a False Prince, a hamis herceg, ugyanis ebben van egy hercegünk áruhában. És gyakorlatilag ebben is van király, meg királynő is. A másik, amire úgy gondoltam, hogy ide tartozhat, a Girls of Paper and Fire, ez nekem azért illet így hirtelen, de mert nagyon sok ilyen party, meg bál, meg ilyen beöltözéses dolog volt, úgyhogy ez is valahogy így megakadt rajta a szemem a polcon, és mondom, ez jó lesz ehhez. És a harmadik, ami kicsit elvontabban tartozik ide, az az elfek öröksége, ugyanis
ebben igazából az egész sorozat, ami a Sárkányok gyermeke trilógia, ez meg azért tartozik szerintem ide, mert ebben nagyon-nagyon sok szereplő nem az, akinek mondja magát, és más tettet, és ilyen kis cselszövések vannak benne, mint ahogy cselszövögetni kell ebben a játékban is, hogy neked legyen a legtöbb pénzed. Második játékunk, bevallom, én először azt hittem, hogy ez lesz az, ami nem fog nekünk tetszeni, mert olyan kis, hogy mondjam, gyerekesebbnek tűnt. Ez a King Domino, na nem, ez nagyon bejött, egyébként szuper cuki dizájnja van, tehát ilyen minden kis lapocskán, ilyen kis cuki bárányok, meg kis rókák, meg ilyenek vannak így a például a mezőn, meg ilyenek, nagyon-nagyon aranyos. Igazából ez egy dominó, de az a lényeg, hogy egy ilyen 5x5-ös négyzeten belül kell tartanod a kis birodalmadat, és azt kell minél nagyobb összefüggő egységekből építeni, de úgy, hogy legyen koronás terület is benne, mert az fog pontot szerezni neked, mindegy, ez így most nagyon bonyolult, de ha valaki ismeri játékot, akkor tudja, miről van szó, vagy hogyha valaki elolvassa így rendesen a játékszabályozatot, akkor is. Szóval igazából mindig jönnek kártyák, válogatni kell, így sorban a játékosok választanak egyet, és akkor azt be kell illeszteni a kis birodalmukba, de ugye van egy négyzet, amit tartani kell, és arra is figyelni kell, hogy minél több egybefüggő területed legyen. Na most erre, ami ilyen királyságos, hódítás, területszerzés, minden, nem teljesen tudom miért, de nekem abszolút beugrott Szaba Tahirtól a Szunnyadó Parázs, mert ebben is ilyen birodalom van, és ilyen különböző királyságok, és most igazából nem olvastam tovább még a sorozatot, meg aztán magyarul csak ez az egy van talánként. Ez lehet nem teljesen illik egyébként annyira ehhez a játékhoz, de nekem így ránéztem, és így abszolút az jött le, hogy ez jó hozzá. Főleg a királyságos vonal miatt. És a másik könyv szintén ez a King Dominóhoz, az megint csak a Hamis Herceg. Mert ebben még ilyen szomszédos királyságokról is volt szó. Van benne térkép? Ja igen, van benne térkép. Szóval, hogy itt van egy csomó birodalom meg királyság benne. Nekem abszolút ehhez a társas játékhoz az ugrott be, hogy az olyan könyvek, amikben ilyen királyságok vannak, de több királyság. Egyébként a Gyűrűk Urát is ide akartam hozni, de mondom, akkor inkább hozok két olyat, amit kevesebb szer szoktam azért emlegetni. Meg kevésbé ilyen mainstreamek, mint a Gyűrűk Ura. No és akkor eljutottunk az utolsó társasjátékhoz, a legnagyobb dobozhoz, ez pedig a Ticket to Ride Európa verzió. Ez az, amit egyébként meg is vettünk körülbelül másnap, hogy játszottunk vele, csak ott van a másik szobában még becsomagolva, mert addig még ezt használtuk. Egyébként ez annyira bejött, hogy nem csak hogy megvettük a társasjátékot, de a nővéreim azóta is egymást pusztítják a PSS verzióban. Távban, ugye, mert 8 óra után nem lehet kijárni, úgyhogy. Igen, kicsit mondhatom, hogy ráfüggött a család erre. Ebben a játékban egyébként itt Európán keresztül kell vonat utakat, vagy sín utakat, nem tudom azt, hogy hívják. Mindegy vonatpályát kell építeni, és azokon kell bizonyos helyekre eljutni bizonyos helyeken keresztül, de ugye, igen, szóval építkezünk benne kis vonatokkal, ehhez kell különböző kártyákat felhúzni, az egyforma kártyákat le kell tenni, azok lesznek a vonatok, és minél hosszabb egybefüggő utakat építünk össze, tehát minél több kis vonatból álló utat építünk össze egyszerre, annál több pontot kapunk. És akkor vannak bizonyos útvonalak, amiket teljesítenünk kell közben, tehát megvan, tehát húzunk kártyákat, és akkor azok között van, mit tudom én, hogy Barcelonából juss el mondjuk Amsterdamba, és akkor ott különböző útvonalakat lehet tervezni, és ez is pontot ér. Ha meg nem tudod teljesíteni az utat, az mínusz pontot fog érni. Úgyhogy elég ilyen kis taktikázós azért ez is, hogy jól válogassa be az ember az utakat. Vannak hosszabb utak, vannak rövidebb utak, és ugye a különálló részeket két város között építgetjük meg. Szóval nagyon bejött nekünk ez a társas. És hiába nézem ezt a kupacot, amik a könyvek, nem hoztam ide olyan könyvet. Igen, szóval mindkét könyv, amit ehhez társítottam, egyik sincs itt, úgyhogy azt majd csak bevágom. Szóval az egyik, ami a vonat miatt abszolút azonnal beugrott az Agatha Christie-től nekem, az Orient Express, a gyilkosság az Orient Expressen. Amit én ugyan még nem olvastam könyvben, de abban is egy vonat van, úgyhogy az abszolút ez volt az első, ami beugrott. Tehát így úgy voltam vele, hogy ami könyvre így ránézek, és azt mondom, hogy ez illik hozzá, azt ide mondom. A másik viszont, ami szintén olyan volt, hogy ez lehet jó lenne mondjuk ehhez a társashoz társítva, az a Ready Player One.
Ernest Cline-tól. A Ready Player One-ban ugye kulcsokat kellett szerezni, és azok nyitottak ajtókat, amik ugye minél előbb csináltad meg, annál több pontot ért, és azokkal lehetett megszerezni a fődíjat. Ezért nekem az ugrott be, hogy ugye ebben vonatkártyákat kell gyűjteni, hogy le tudjál tenni egyes útvonalakat, hogy aztán a végső útvonalaid meg legyenek. Ez nekem teljesen hasonlított, úgyhogy a másik könyv, amit ide mondok még ehhez a társashoz, a Ready Player One. Akkor ez volt a harmadik... Na most ezt majdnem lejtettem. Szóval ez volt a harmadik környi társasjáték, amit kaptam, és még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy kipróbálhattam ezt az egész szolgáltatást egyébként. Teljesen abszolút bejött nekünk ez, főleg, hogy ugye nagyon sok társas nézeget az ember, hogyha valaki szereti a társasokat, és egy csomó tök jól néz ki, de ugye nyilván sokkal jobb, hogyha ki is tudja próbálni az ember, és tudja, hogy tényleg jó-e, vagy csak jónak néz ki, és nagyon sok jót mondtak róla, de amúgy nem jön annyira be. Ez nekünk így abszolút jó volt, és igazából több társasjáték is felkerült, így mondhatni a kívánság listánkra. Na igen, de további információt tényleg találtok a leírásban, a másik két videómon, és a Játszóház projektnek az oldalán is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!